Tisztelt jelenlevők, egy picikét kilépve ebből a tragikumból, ebből az atmoszférából, amit az imént hallhattunk Reisinger Attila regényéből. Az irodalmi magazint most mint egy módszertani kiadványt szeretném önöknek bemutatni, a Móricz Zsigmond számot, de azért azt elmondanám előtte, hogy a legutóbbi három szám az Kölcsey Ferenc, Tamási Áron és Móricz Zsigmond. Miért éppen ez a három ember? Miért őrájuk fókuszált a tekintetünk? Rendben van, Tamásinak évfordulója volt, na de hát Móricz Zsigmondnak és Kölcsey Ferencnek nem. És akkor, hogy Móricz arcához, arcképéhez próbáljam közelíteni, akkor egy szabolcsi történet következik. Több mint száz évvel ezelőtt, jóval több mint száz évvel ezelőtt, 1910 környékén a Szabolcs megyei Ököri tón rendeztek egy bált. Egy csűrben rendezték ezt a bált, és majd a történet később Móricz egyik regényének alapjául szolgál, egy csűrben rendezték ezt a bált, és azért, hogy aki nem tud fizetni, az ne mehessen be ingyen, belülről beszögezték az ajtót. Kalapáccsal, jó nagy szegekkel. A következő történt, a tánc hevében egy huszár lerúgott egy petróleum lámpát. A csűrben leszórt tavai szalma és egyéb ilyen török egyebek meggyulladtak. Mivel nem tudtak az emberek kimenni, az egymást taposva és a lángban 210 ember meghalt. 1910. Azért, mert nem volt egyetlen ember, aki azt mondja, hogy vigyázzunk egymásra. Hogy itt most ne a zsugoriság legyen az úr, hanem nyissuk meg a lehetőséget esetleg, hogyha baj van a menekülésre. 1910-ben történt ez, 1914-ben kitör az első világháború, a többit tudjuk, 1918-ra befejeződik, és 1920-ra Magyarország elveszíti területének a kétharmadát, és magyar ajkú lakosságának az egyharmadát. Azért megismétlődik az ökörítói dráma nagyban, mert ez a nemzet elveszítette az önvédelmi reflexeit. Nos tehát, azért került választásunk Móricz Zsigmondra és az előbb felsorolt írókra most, hogy olyan írókat szólaltassunk meg, és adjuk a pedagógusok, az általános, a középiskolás diákok, egyetemi hallgatók és az irodalombarátok kezébe, akik ezeket az önvédelmi reflexeket próbálták figyelni, éleszteni folyamatosan. Móricz Zsigmond például a Fáklya című regényével, aminek az alapötlete ugye innen származik, és amelynek a végén felkiált az öreg magyar, keresi a fiát a zsarátnokban, hogy Pongó Ferenc, szép huszárfiam, hol vagy? És aztán ezt a kérdést más nevekkel és más címekkel feltehették 1956-ban, korábban pedig 1945-ben is, a megelőző időkben is. Móricz Zsigmond. Hát nézzük meg az arcvonásait. A címlapon ez a képe szerepel, belül pedig ez most onnan nem fog látszani, de ezért kell kézbe venni majd a lapot. Mi látható, felolvasom, budapesti helyi érdekű vasutak 1941-ből igazolvány Móricz Zsigmond úr számára, aki az összes vonalon díjmentesen közlekedett. Ez az arcképe látható. Az egy kicsit idősebb, bajuszos, pofikás ember, és most, ha erre az arcképére is ránézünk, hát én nem tudom, tehát ha én nem tudnám, hogy Móricz Zsigmond, és mondjuk a 30-as, 40-es években szembe jönne egy ilyen arcú és alkatú ember velem az utcán, én bizonyosan nem gondolnám róla, hogy ő egy író, sőt egy óriás író. Azt gondolnám inkább, hogy valamiféle marha kereskedő, kupec, vagy én nem is tudom, különösen már a pocakosabb alkat. Egy jó 10-15 évvel ezelőtt Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színház kiírt egy drámapályázatot. A téma Móricz Zsigmond, illetve bármely műve volt. Már nem tudom, hogy amit idézni fogok, azt éppen Posgai Zsolt írta-e, de ő is szerepelt ezen a drámapályázaton. De minden esetre, amit én láttam és amire emlékszem, az a következő volt. Addig leveszem a kezemet, hogy tudjak egy kicsit gesztikulálni. Következő történik, a nyugatosokat állítja a színpadra. Tóth Árpád, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső,
Juhász Gyula, és megjelenik Móri Zsigmond. Hát ezek ugye kezdő írók, de már azért híres írók, költők, és akkor Kosztolányi a hajával és a városi eleganciájával megkérdezi Móriczot, aki megjelenik ott ugye ilyen kicsit vidékies öltözetben, félszegen, hogy és akkor Kosztolányi elmond egy versét, és mondja, és te mit tudsz? És akkor Móricz mondja, hogy volt egy török Mehemet, sose látott tehenet. Jó, ennyi. Megy tovább a cselekmény, megjelenik Babics. Ugye a klasszikus tudású Babics, és akkor mondja, hogy hát jó, Zsigmond, Zsiga, de hát még akkor mit tudsz? És akkor Móricz folytatja természetesen ugyanazt a versét. Egyszer aztán Mehemet lát egy csomó tehenet. És akkor megkérdezi a többi is, és így tovább. Érezzük a poént. Hogy az ördögbe lehet az? És hogyan van az? És itt jön a magazin, hogy mire válaszoltunk, hogy aki a fillentő történetektől indul, meg a nehéz két garasostól, amelyeket el lehet olvasni, meg benne volt annak idején az alsó tagozatos tananyagban, de hogy lehet onnan eljutni a tragédiáig, meg az Erdély trilógiáig. Nos, ez az, amire a dráma írója kereste a választ, és ez az, amire mi is próbáljuk keresni a választ. Mi Móri Zsigmond titka? Hogyan jut el ez az Isten háta mögötti falucskából, Tiszacsécséről elindult ember, és hogyan jut el a török és a teheneken és az egyéb novellákon keresztül a tragédiáig, és a drámákig, és mindaddig, ami Móri Zsigmondot jelzi. Csak néhány gondolatra szeretném aspektusra felhívni a figyelmet abból, hogy mi van a számban. Hát először is a szülőháza, az van rá, hogy Móri Zsigmond szülőházai. A történet a következő, gondolom sokunknak a fejében van, az a tiszacsécsei, apró kis parasztház, amit mintha a népmeséből, mint a Jancsi és Uliska meséjéből emeltek volna ki, így is van, az úgy lett megcsinálva. Hiába áll azon az udvaron az ország egyik legjobb Móricz szobra, sőt, ha nem a legjobb, Varga Imrének a Móricz szobra. Majd szétrobban a feszültségtől. Az a kis ember áll ott pocakosan egy cseppet, komoran, bajusza előre mered, hogy széjjel szedem a világot, és erről az udvarról szedem szét. De ez nem Móricz szülőháza. Az a szülőház, amire aztán Hamar Péter itt választad, hogy miért nevezték azt ki szülőháznak, az úgy lett fölépítve, mert annak az ideológiának akartak szolgálni, amely azt mondta, hogy minél szegényebb és szerényebb és hát rosszabb kicsi házban született Móri Zsigmond, annál inkább a munkásosztály és a dolgozó parasztság írója. Nem itt született, hanem vagy két utcával arrébb, de szemben is volt egy ház ezzel a kicsi házzal szemben, ahol lakott. Tehát ilyen ködoszlodások történnek. Nagyon izgalmasnak tartom Rosonczi Ildikónak a tanulmányát, és általában azokat a tanulmányokat, amelyek Móricz emberi kapcsolataival foglalkoztak. Móricz leült Görgei Artúra szembe, tudjuk, hogy Görgei elég magas kort ért meg, és ezt az időt még Móricz megragadta, nagyra becsülte, és Rosonczi Ildikó erről ír egy nagyon jó tanulmányt, mit gondolt Görgeiről, és miket mondott Görgei Móri Zsigmondnak. Hasonlóan erős írás a Bajcsi Zsilinszky Endrével való barátsága is, és így tovább. De hát az úton, ahogy valakiből nagy író lesz, az icili-picilitől és a többitől, ott vannak a nők is. Nekem, aki azért olvastam már Móricz szerelme tárgyában írásokat, is megdöbbentő volt így együtt látni azokat a hölgyeket, akik formálták Móriczot. Közöljük Jankának a búcsú levelét, ami egy döbbenetes írás és igaz írás, olyan, hogy megrendül az ember akkor is, hogy ha Janka rokonszenves volt, akkor is, ha nem volt az. Érdekes lesz, és majd hallunk talán egy részletet a Simonyi Máriával való kapcsolatáról, egy Móricz írást, illetve azután Magos Olga és hát Csibe, aki meg akarja látni azt az ívet, hogy a nő kapcsolatai mik voltak Móricznak, az ki fog derülni szépen ebből az anyagból. Amit szerkesztőtársaimmal együtt elhatároztunk, amikor közösen kezdtük csinálni már a lapot,
hogy meg fogunk szólítani nyelvészeket. Ne csak filozófusok, írók, irodalomtörténészek szólaljanak meg az adott témában, hanem a magyar nyelvészettel foglalkozók is. És ebben az összeállításban három nyelvész is megszólal. Balázs Géza, budapesti professzor mellett, ketten Nyíregyházáról, hát ugye hol nem, ott ismerik jól a szabolcsi nyelvet, nyelvjárást, amit Móricz is alkalmazott, és kevcsinálásként én ebből szeretnék nagyon röviden néhány idézetet felolvasni, hogy például hogyan jelenik meg egy adventkor az erotika gyönyörű metaforákkal a Móricz által felemelt népnyelvben. Elfutotta a fejemet a vér, ahogyan arra gondoltam, hogy talán nekem egy olyan jányt kell egyszer elvennem, aki mással kacérolt, ölelgetőzött, és Isten tudja, mit nem csinált. Pedig ha én már eddig is annyi jánynak csókoltam meg a szemét száját, biztosan a többi fiú is azt csinálja a többi jánnyal. Hol van akkor az a harmat, amelyiket én fogok legelőször lerázni a rózsára? Másik idézet. Olyan szép volt az a jány, hogy majdnem szikrát vetett a műhely is tőle. Még a vas is meglágyult, olyan forró volt annak a pillantása. De ő maga is olyan gyenge, olvadós volt, hogy egy csepet se őrözte a medgyet. Megszedtem a szép fát szaporacsókokkal. A felfordított kádon dőlt meg a fa szépen. Hát ez csak ízelítő. És akkor karácsony és advent, és kinek ne jutna eszébe, hát az árvácska csöre története. Hogy mit is mondott Móricz, hogy mit fogalmazott meg Móricz, hogy Istenem, ebben a magyar világban az akkoriban még maga a megváltó se tudna megszületni. Mert ugye csöre karácsony éjszakáján gyújtja föl az istállót és vele a házat. Tehát ha három királyok elindulnának Magyarországon megkeresni a megváltót, a jászol, ugye pontosan ott az istálló gyújtja föl csere, akkor megszenesedett csontokat találnának. Talán azt akarja Móricz mondani, hogy az akkori Magyarországon még maga a megváltó se képes megszületni. És akkor ajánlom még figyelmükbe a Rózsa Sándor elemzés, számos novella elemzését, a Sárarangyot az elemzését, és kívánom, hogy mindenki örömmel forgassa. A következő szám pedig Gulág számüzetéseink. A Gulág árnyéka számüzetéseink lesz, de az még meglepetés, és akkor átadom a szót Réger Ádámnak. Vagy Morottában. Móricz, mint költő is megjelenik a magazinban, méghozzá a Mizantróp című vers részletével zárjuk a Móricz számot, amely nem kiemelkedő alkotás talán politikai szempontból, de mégis nagyon jellemző Móricz Zsigmondra, az ő igen sokszínű személyiségére, gondolkodásmódjára. Egyszerűen robusztus és érzékeny, érzelmes ez a vers, és egy nagyon nehéz időszakban, az első világháború után vall az ő magányosságáról, kétségeiről. Most ezt szeretném felolvasni akkor. Móricz Zsigmond, mizantróp. Meghaltam és eltemettem magamat. Élén ragyogtam az embereknek, és minden szabad volt nekem. Fákja volt kezemben, és mindenki látni akart annak a fénynél. Stoltak, toltak előre és előre. És én magasra tartottam elől a sorban, hogy világoljak nekik. S ők túlrohantak rajtam, s már észre sem vettenek, s én fákjámat begöngyölgetve szomorún vonultam ligetembe, bánatosan nézvén a rohanók után. S leültem az ároknak partján, ültem és sírtam. S egyszerre csak visszaözönlött az ár,
messze mögöttem véres feketén, fekete véresen tajtékozott az ár, és korbácsosok jöttek, fejetlenek, kutatták a zsilippel szaggatókat, és üldözők és üldözöttek megemlékeztek az idők fákája felől, melynek fényénél láttak engemet, és rám rohantak üldözők és üldözöttek és megtapostak. Jött bős csordája a vadorzóknak, s nyelvét rám vetve tombolt fenemód. Jött a kárvallogtatnak végtelen hada, s bosszúját tölté rajtam iszonyún. Jött a váltó idők élősdi serege, s legázolt tetemem lépcsőül vette, és a kárörvendők károm vad örvendői. De én a fákját meg nem tagadom. Ha köd van, ha vihar, a fákja szent. Bezártam érte magamat élő koporsóba. Nincs lény, ki sérteni ne tudna. Nincs élet, mely el ne vegyen tőlem valamit. Órámat megállítottam, ne ketyegjen. Macskám kikergettem, ne doromboljon. Lámpámat kioltottam, ne világosítson én körültem. Egyedül vagyok, kimondhatatlan. Egyedül kell lennem, közelíthetetlen. Egyedül végtelen, a fákja mizantrópja, én. Egyedül, egyedül, egyedül. Még csak el nem jön az idő a viharok után, a tiszta, szent napkelte, a fény. Akkor fákjám fölemelendem a napig, és beleolvadok mindenestől a fénybe, s ott tűnök el ragyogó boldogan a halhatatlan örök fénybe. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. A főszerkesztő úr által elmondottakon kívül csupán egy-két izgalmasabb cikkre hívnám fel a figyelmet az összeállításból. Móricz Zsigmond verses állatmeséinek keletkezés történetéhez nyújt például érdekes adalékot Cséve Anna közleménye, amelyből kiderül, hogy Móricz verses meséinek több darabja népi gyűjtésből eredeztethető. Móricz 1903-as népköltési gyűjtő útjáról származó jegyzetfüzeteiből sorol a cikk szerzője olyan darabokat, amelyek alapjául szolgálhattak néhány verses állatmesének. Például Móricz jegyzetei között megtalálható az Iciri Piciri című versnek a népi változata is. Volt egyszer egy iciri piciri kisember, annak volt egy iciri piciri kis háza, annak volt egy iciri piciri két kisökre, felment az iciri piciri sútra szántani. Kiszántott egy iciri-piciri kisládát, abba az iciri-piciri kisládába volt egy iciri-piciri kisnyúl. Olyan iciri-piciri volt a farka, amilyen iciri-piciri volt az én mesém. A lapszám képanyaga igen sokszínű, a ritkán látható darabok közül kiemelném Móricz Zsigmond saját készítésű, néprajzi jellegű fényképeit, ezeken például a tiszacsécsei aratók mellett nagybányaiak portréit is láthatjuk. Közlünk kevésbé ismert Medgyesi Ferenc plasztikákat, illetve nagyon megrázó Móricz Virág édesapja halálára való visszaemlékezése mellett Móricz Zsigmond halotti maszkjára tekinteni. Farkas Domonkos egyházzenész jegyzetét közöltük Móricz Zsoltár parafrázisainak népénekként való elterjedéséről. Néhány ezek közül ugyanis még napjainkban is felcsendül katolikus templomokban. Izgalmas anekdotát jelentettünk meg Tersenszky Józsi Jenő tollából, aki a Nyugat című folyóirat fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen készített villáminterjút Móriczal. Ebből kiderül, hogy Móricz Zsigmond mennyire izgult, ha a közönség elé kellett állnia.
És Móricz Zsigmond tulajdonképpen ezzel a tulajdonsággal hozza összefüggésbe az akkor még kialakulóban lévő könyvvásárok kezdeti nehézségeit is. Idézem. Először is érdekes volt, hogy bár legereső tervünk azonnal az volt, hogy előadásokat fogunk tartani, két napig nem tudtuk megnyitni az előadásokat, mert egyetlen íróban sem volt bátorság, hogy egy mozgó, nyüzsgő, vásári tömeg elé álljon és beszélni kezdjen. Az író nem tud beszélni. Aki az írók közt beszélő ember, nem azért beszél, mert író, hanem dacára annak, hogy beszélni tud, mégis író. Én magam, mert hiszen az ember önmagán keresztül ismeri meg az egész életet, egyáltalán nem tudok beszélni. Nem mondom azt, hogy néma vagyok, de nem szoktam hozzá, hogy szavakkal, a nyelv segítségével fejezzem ki magamat. Én az ujjaimmal beszélek. Annak előtte tollal vagy ceruzával, az utolsó 20 évben íróképpel diskurálok. Nagyon érdekes az az összeállítás is, amely Móricz könyvkereskedelemmel, irodalompolitikával, irodalompártolással kapcsolatos elgondolásaiból ad válogatást. Ezek sok esetben ma is igen megszívlelendő gondolatokat tartalmaznak. Idézem szintén Móricz Zsigmondtól. Jobb volna, ha az irodalomban csak gyönyörködni lehetne, s eszébe se jutna senkinek, hogy pártolni kell. Nem is az irodalmat kell pártolni, hanem az írókat. S nekik is csak egy pártolás igazán hasznos és becses, az, ha kiadják, s megveszik a könyveiket. Magam is erre szeretném buzdítani a kedves olvasókat, ha az írókat vagy az irodalmi magazint pártolni szeretnék. Köszönöm a figyelmet! Nos, ha az írók nem tudnak beszélni, akkor segítségül hívjuk a színészeket. Megkérem Csőre Gábort, hogy két rövid részletet adjon elő Móricz Zsigmond írásaiból. Móricz Zsigmond levele Simonyi Máriának. Mikor legelőször megláttam, már úgy tűnt fel előttem, mint a szerelem csillaga. Vénusz az ég alján, csodálatosan izzó fényben, de gőzkörrel körülvéve. Nem értettem, mi ez a fénytörő fátyol, melyen át ezerbe törve, szűrve, szétszórva száll a fény. Abban a szerepben, Strindberg hattyúvére, mintha éppen lényének koraltörő gazdag kiáradása lett volna, meg sokszorozta szuggesztív hatását. Karcsú, szinte vékony lány, ingóan hajlékony, mint a mesevirág lebbenő ága, minden legkisebb pszichikai fuvallatra reagál. Ez a sudár, hirtelen nőtt, sugárzóan, kiszökkenő, mégis éles és energikus termet a fő jellemvolása. Ez a nő nem bírja a szülőnő öblös tulajdonságait. Ez nem egy termőasszony. Nem ígér tucatnyi gyereket, hiányzanak a feminizmus nagy, izgató mellékletei. Csípeje keskeny, méhe meddő, emlői nincsenek, szája vékony békaszáj, orra jelentéktelen. Az összes nemi élet segédszervei elpárolgóan, alig is megrajzolva. De az egész nő éppen ezért valami határtalan szűziesség, valami transzcendentális érintetlenség varázsával bír. Hangja oly édes és titokzatos fuvalaszó, mint üvegharang, mint szél megérintett eolhárfa zenéje. A holdsugár muzsikát és az életnél, a nemzés nyöszörgésénél és bőgésénél határtalanul mélyebb erotika kiteljesülés. Kétszer vagy háromszor megnéztem miatt a hattyúvért, s ma, körülbelül 12 év után, még itt remeg idegeimben az isteni jelenségének minden hangja. Csodálatos! Akkor sem értettem magából a Strindbergi eseményből semmit. Azóta is hiába akarok foglalkozni vele, képtelen vagyok a gondolatra az írásmű körül. Amint meghalom, mert rögtön meghalom a Simonyi Mária édes és édesen csilingelő szívhöngjeit, ugyanabba a mérgező kábulatba esem, amiben akkor. Mint az ópiumnak adom át magam ennek a hatásnak. Tág szemmel alszom, s a színpadi kék és színes fényekbe fürdetett lányt iszom, mert beiszom, mint a napfényt, szemmel, fülemmel és összes idegeimmel, egész testemmel és minden periódusommal édes csiklandozás árad el a bőrömön, s mint álmomban, álomban elfolyt a természet istensége.
Ó, miért nem akkor? Miért nem hozta a sors akkor útainkat össze? Móri Zsigmond, írógép. Színházi élet, 1932. január 17. Ahogy most ideültem az írógépem elé, elkezdtem nevetni. Néztem ezt a gépet. Egész komoly alkotmány. Komolyabb, mint a magyar alkotmány volt 300 évig. Az ember a mezőn a kezébe vesz egy katicabogarat, és elkezd rajta tűnődni, hogy hogyan lehetett teremteni egy ilyen furcsa élőlényt, megcsodálja a lábait, a szárnyait, hogy miért éppen 5 fehér pont, vagy 7 van a hátán. Én most éppen így csodálom ezt az írógépet. Másfél arasz magas, valamivel több a szélessége, és még valamivel több a hossza. Van eleje, van hátulja, van belseje, van 42 szeme, és annyi húrja, mint valami zongorának. Szép, fekete pej, aranybötűs és piros csótáros. 4 lába van, kisé elkorcsosult lábacskák, de úgy áll rajtuk, mint a vas. És azon felül vannak kerekei, csavarai, nyekerei, szurkálói és piszkálnivalói. Ha az ember annyi bonctani tudással le akarná írni, amennyivel a lovat énekelték a régi költők, soká el lehetne válogatni a jelzőkben és a szavak cicomáiban, még megfelelően jellemezheti, hogy a vadidegen is ráismerjen. És a vicc az, hogy ez az egész 100 és 100 alkatrészből összeillesztett valami, arra való, hogy a lúttollat pótolja, amivel 100 év előtt nagyapám, mint egyetlen szerszámmal állandó csalódások közt, hogy ez lehetséges, leírta gondolatait. No lám, milyen szépen fejlődött a világ. 100 év alatt a libatollat pótolni tudta egy 10 kg súlyú géppel. Ha így haladunk, hogy fognak rajtunk nevetni 100 év múlva, mikor egy malomnagyságú gépbe írja az író a gondolatait? Mert az a gép azonnal kinyomja, beköti és eladja a regényt. Most már az a kérdés, hogy 100 év alatt a gondolat is fejlődött-e annyit, mint az írószerszám. Ha a vékony kis lélek, aki a libatollán kibújt, és mondjuk azt énekelte, hogy romlásnak indult hajdan erős magyar, hogy ez ma annyiszor a nagyobb költeményekben énekele, annyiszor komplikáltabb, s mélyebb érzéseket. Erős lett-e az ész, mélyebb a becsület, komolyabb a hit, tartósabb a munka, boldogabb a világ? A kérdéseket ugye azért teszi fel az ember, hogy nem megfelelhesse rá. Az írógépnek nem az a célja, hogy eszesebbé tegye az írót, hanem hogy olvashatóbb legyen az írás. És ezt megoldotta a gép. Tessék elővenni egy 100 év előtti levelet. Nem lehet elolvasni. Az írógépen írt levelet 100 év múlva is játszva lehet majd olvasni. De ki az ördög fogja olvasni? Az lenne a jó gép, amely okosabb levelet iratna az íróval. Mert a butaság a legtökéletesebben sokszorosítva is butaság marad. Gondolom a sminkelés is nagyot fejlődött 100 év alatt, de nagyobb színésze az, aki jobban tudja sminkelni a színpadra az arcát. A technikának akkor van értelme, ha az értéket emeli, a lelki kincset sokszoros, sokszorosítja. És én azt hiszem, a következő 100 évben erre fognak rájönni. Az emberiség annyira előre rohant a technikában, hogy most ráeszmél, hogy a lelki dolgok felé fordítsa a figyelmét. Vagy tévedek? És valóban valami nagyszerű fejlődésnek vagyok tanúja most ez új 1932-ben? Az ember ezeken a gépeken előre haladt? A vonat a boldogság országa felé repül? A repülőgép plánalmány ország vonata? A rádió csak túlvilági szépségeket és igazságokat hirdet és énekel? A drót nélküli fotografálás az angyalok fényképét hozza. Azt hiszem, a moralisták is tévednek, mikor a technikától egyebet kívánnak, mint amit adhat. Mert gondoljunk csak arra, hogyha most valami vad összeomlás jönne, és elveszne a sok új találmány,
s visszasüllyednénk a vonat, a gőz és a villany előtti korba. Hát az vajon visszavinne-e bennünket a morális jóság idilljébe? Nem. Csak nehezebbé, és ami számunkra, akik már megpróbáltuk a jó technikát, még elviselhetetlenebbé tenni az életet. Nagyon keserves volna, ha elvinni egy jótékony szellem az írógépemet. És újra a libát kellene megkopasztani, hogy kalamust faragjak a tollából, mint szegény nagyatyám. Akkor se tudnék jobbat írni. Nos tehát, nem? Akkor már ugyanaz inkább magasabb technikával, mint rosszabbal.